2000-es évek elején végzett híres állatkísérleteikben, ugye a CB1 kanabinoid receptor génjével nem rendelkező egerekben a szorongásnak a mértéke 5-szer nagyobb volt, mint a vad típusokban. És ez fontos felfedezés volt abban, hogy a CB1 receptor aktiválás szorongásgátló lehet. Ezek az eredmények hogyan alakították a szerhasználattal kapcsolatos nézeteinket, vagy a nézeteket? Nem hiszem, hogy a szerhasználathoz sok köze lett volna, ugyanis amit én vizsgáltam ebben a tanulmányban, az a szervezet CB1 receptorainak a hiányára vonatkozott. Na most CB1 receptor nincs mindenhol az agyban. Ez azt jelenti, hogy csak ott és akkor gátlódott az endokannabinoid jelátvitel, ahol arra a szervezetnek szüksége lett volna. Most egy drog, az teljesen másképp hat. Az elönti az agyat, ugye a véren keresztül jut oda. Minden CB1 receptorban van, akárhol van az agyban, és ezért ennek a hatásnak tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy csak nagyon közvetett köze van ahhoz a szerephez, amit az endokannabinoidok az agyban játszanak. Hogyha mondjuk a drognak a hatása és az endokannabinoidok hatása nagyon hasonlítana, akkor úgy viselkednék, mint akik be vannak drogozva, ugye? De nem úgy viselkedünk. Ez azért van, mert az agy ezt a jelátvitelt, ezt eszközként használja arra, egyfajta finom hangolást végez az idegrendszeri jelátvitelben, és eszközként használja arra, hogy jobban működjön. Most amikor valaki egy drogot vesz be, akkor nem az agy jó működését segíti elő, hanem az agy globálisan egyfajta hatásnak teszi ki, aminek a külső jelei teljesen másak. A külsőleg bevitt kanabisz származékok lehetnek az önmedikalizációs elméletnek a tükrében értelmezni ezeket a külsőleg bevitt kanabisz származékokat? Ezt a kérdést két részre osztanám. Az egyik az, hogy szednek-e emberek egyfajta öngyógyító célzattal drogot. És ez nem csak a kanabinoidokra igaz, több drogra is igaz. És erre a válasz egyértelműen igen. Ugyanis az kétségtelen tény, és mindig egy kicsit csodálkoztam, mikor a fiamnál az ilyen drogfelvilágosító kampányok, ugye mikor még iskolás volt, most már nem iskolás, a drogfelvilágosító kampányokban elhangzott, hogy a drog rossz. A drog sajnos jó, mert hogyha nem lenne jó, nem fogyasztanák. És az, hogy egy adott pillanatban valaki jól érzi magát egy drog hatására, vagy egy drog következtében, az keltheti benne azt az érzetet, hogy ő gyógyul. Mondjuk depressziós, és akkor elszív egy füves cigit, és vidám lesz. És lehet, hogy azért szív el gyakran egy füves cigit, mert szeretne vidám lenni, mert a depresszió nagyon sok szomorúsággal jár, ugye? De nem gyógyítja a depresszióját. Ez egy pillanatnyi érzés, amit a kanabisz kivált. Egyébként, hogyha egy mai fiatal ember vagy fiatal hölgy, ugye az fiatal emberben a fiatal hölgyek is benne vannak, azt gondolja, hogy a marihuánával lehet gyógyítani mondjuk a depressziót, akkor tulajdonképpen nem maradt le nagyon. Viktória királynőt a 19. században, ő ugyanis depressziós volt, marihuánával igyekeztek gyógyítani. Kétségtelen, hogy átmenetileg egyfajta enyhülést ad. Tehát öngyógyító szándékkal lehet ezt vagy valamilyen más drogot fogyasztani. Az a probléma, hogy hosszú távon nem csak, hogy nem oldja meg, hanem súlyosbítja a problémát. Ugyanis a marihuána fogyasztásnak, nem az azonnali hatásnak, hanem a hosszú távú hatásnak az egyik következménye lehet a depresszió. Tehát, hogyha valaki mondjuk hosszú időn keresztül marihuána fogyasztó, akkor két löket között, vagy két dózis között meglehetősen rosszul érzi magát, úgy érzi magát, ami nagyon hasonlít a depresszióhoz. Ugye így laikusként, vagy a laikusok általában azt mondják, hogy nem lehet fizikálisan rászokni a marihuánára, hogyha már erről beszéltünk, de pszichésen mégis okozhat függőséget. Hogy is van ez most így a tudománynak, mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Ugye egy picikét, ne haragudjon, korrigálnám a kérdést, ez nem a tudományok álláspontja, ez tények kérdése. Valóban a marihuánára való rászokás ritka. Körülbelül a tartós fogyasztóknak 10-15%-a lesz marihuána függő, és nem pszichésen. Pont úgy függő lesz, mint akármelyik másik drogtól.
De ez jóval kevesebb, mint mondjuk a heroin vagy az ópium esetében, ahol a tartós fogyasztók mind függők lesznek. Mégpedig szédületes gyorsasággal. Tehát arra nagyon könnyű rászokni. Nagyon könnyű rászokni a cigarettára. Aki 2 hétig dohányzott, az már többé-kevésbé függőnek tekintheti magát, és már elvonási tünetek jelennek meg nála. Akár csak a marihuánánál. Az, hogy a tartós, most nyilván nem arról van szó, hogy valaki elszív a folyosón, vagy hátul a diszkó, hátam mögött az utcán egy füves cigit, és akkor ettől drogfüggővé válik. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy akik tartósan fogyasztják, azoknak egy kis, de jelentékeny része azért drogfüggő lesz, egész pontosan marihuána függő. És persze azt lehet mondani, hogy 15% nem sok, de hogyha nekem 15%-kal lenne ötös találatom a lottón, akkor elég sok pénzem lenne ebben a pillanatban, ugye? Tehát ezt azért egyáltalán nem lehet elhanyagolni. Ez a marihuána függőségnek az egyik oldala. Most van egy másik oldala, amit sokan félreértelmeznek, a kapudrog jelenség. Elmondom, hogy ezt tudomásom szerint először hogy mutatták ki. Van egy módszer, az önadagolás módszere, amelyet az Egyesült Államokban a drogfüggés kritériumának fognak fel. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy szerről bebizonyosodik, hogy egy állat munkást hajlandó befektetni abba, hogy a saját szervezetébe belejuttas, ez többnyire egy pedálnyomogatással oldódik meg, akkor arról a drogról az Egyesült Államokban úgy gondolják, hogy az függőséget okoz. Ennek különböző lefutása van, különböző szereknél másképp kell vizsgálni, de ez a dolognak a lényege. Na most olyan kísérletet végeztek egyébként majmokon, de lehet patkányokon, egereken is lehet, hogy az állatokat nikotinra szoktatták rá, úgyhogy közben kaptak marihuánát is. Na most a nikotinra való rászokás sokkal gyorsabb volt, és a függőség sokkal erősebb volt, akkor, hogyha marihuánát is kapott az állat, mint akkor, hogyha nem kapott mellé marihuánát. És ezt sok kísérlet követte, ez gyakorlatilag minden droggal így van. Tehát a kannabinoidok fontos szerepet játszanak a drogaddikcióban, mert jelen vannak abban az idegközpontban, amely az addikcióért felel. Ezt úgy szokták egyszerre nevezni az agynak a jutalom központja, és ez nem egy feltételezés, vagy mi úgy gondoljuk, hanem meg lehet vizsgálva, hogy vannak-e CB1 receptorok ott, történik-e kannabinoid felszabadítás, stb. Tehát az endokannabinoidok magának a hozzászokásnak az agyi mechanizmusában játszanak szerepet. És ezért, hogyha valamilyen más drogot fogyaszt az ember vele együtt, akkor könnyebben hozzászokik a másik droghoz. Még akkor is, hogyha az az illető személyesen nem tartozik a 15%-ba, hanem egy abban 80-85%-ba tartozik, vagy 90%-ba, amelyik nem szokik rá. És ez azért probléma, mert bizonyos drogoknál gyakorlatilag kizárt, hogy valaki azt egyedül fogyassza. A marihuánát gyakran keverik cigarettába, isznak mellé egy sört. Amikor elmegy valaki diszkóba, lehet, hogy nem érzi elégnek, a marihuán egy kicsit feldobja az embert, vidám lesz, jókedve lesz, mindent szépnek és kellemesnek lát, de nem pumpálja úgy tele energiával, mint mondjuk egy pszichostimulás. Úgyhogy a marihuána mellé bedob valami mást is. És tulajdonképpen nem is a marihuána lesz a veszélyes, hanem az, amivel együtt szedi. Ezt hívják kapudrog hatásnak. A marihuána megnyitja az utat egy másik szerhez való hozzászokás előtt, ha együtt jelentkezik a fogyasztás. Tehát akkor nem az az első füves cigi? Nem. Itt nagy európai felmérések voltak, Magyarország is benne volt, és az derült ki, hogy bizonyos országokban, például Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban a kamaszoknak 80-90%-a kipróbálja a marihuánát. Ez a 90-es, sajnos a honlapnak az utótörténet egy kicsit más lett, tehát azt a rendszeres nyomon követést, amit a 90-es évek végén végeztek, azt átalakították. A 90-es évek végén végzett magyarországi felmérésekből az derült ki, hogy Magyarország fiataljainak 40-50%-a megkóstolja a marihuánát. Na most, ha ebből mindenkiből drogos lenne, akkor már az egész világ drogos lenne. Tehát erről szó nincs. A marihuána valóban hosszas használat után, és az emberek egy
kicsi, de azért nem elhanyagolható részénél okoz hozzászokást, és ha együtt adagolják valami mással, akkor az ott illetőanyaghoz könnyebben hozzászokik, mint marihuána nélkül. Az előadásai alapján ugye a szerhasználat, a szerfüggőség, az agresszivitásra járó pszichikai korképek közé tartozhatnak. Ha a szerfüggőséget vagy a szerhasználatot így az agresszió dimenzióimből el tudnánk-e helyezni, akkor mi lenne az, vagy az agresszió milyen dimenziójába helyezhető el? Ezzel kapcsolatosan van egy személyes élményem. Most megpróbálok visszaemlékezni, hogy mikor volt, de körülbelül egy olyan 10 éve, 10, max. 15 valahol a kettő között, amikor Hollandiában elfogadtak egy törvényt, amely szerint, hogyha valaki erőszakos bűncselekményt követel és droghatása alatt áll, akkor a büntetését súlyosbítják. Ez valahogy egy olyan motiváció állt a hátterében, hogy aki drogozik és tudja, hogy attól erőszakossá válik, az ne drogozza. Tehát az egy súlyosbító tényező. Miután ezt a holland parlament megszavazta, akkor a holland rendőrség tanácstalanná vált több szempontból. Az egyik az volt, hogy minden drogtól erőszakos lesz az ember, vagy csak a drogok egy részétől. A második, hogy milyen dózistól fogva tekintünk úgy valakire, hogy droghatása alatt cselekszik. Mert ugye különböző mennyiséget lehet bevenni, és hogyha éppen csak elszívta az első slukkot egy marihuánás cigarettából, és utána összeverekedett valakivel, akkor ő droghatása alatt verekedette össze, vagy sem. Tehát egy ilyen dózistartományt kellett volna összeállítani, és akkor összehívtak egy ilyen nemzetközi bizottságot, meg a hollandokat, természetesen a holland kutatókat. Ott voltam én, de sajnos vissza már nem emlékszem, hogy volt valaki ott Amerikából, meg volt valaki Németországból, meg néhány holland barátom, meg hollandok, akiket nem ismertem, és egy konferencián próbáltuk ezeknek a dolgoknak a végére járni, és körülbelül úgy néz ki a dolog, hogy a drogok igen jelentős része csökkenti az agresszivitást. Aki belövi magát heroinnal, az elkábul, nem lesz erőszakos. A marihuánától se lesznek az emberek erőszakosak, az LSD-től, hogyha már rendesen be vannak lőve, akkor se tudnának erőszakosak lenni, hogyha szeretnék. Mert nem azt a világot látják maguk körül, amely körülveszi őket, hanem egy ilyen látomásos képzeletvilágban mozognak. Az egyetlen olyan drog, ami erőszakhoz vezet, olyan drogcsalád, ami erőszakhoz vezet, azok a pszichostimulánsok. A pszichostimulánsoktól az ember egyrészt feltöltődik energiákkal, gyorsul a szívverése, nő a vérnyomása, az energetikai anyagcsere felpörög, az idegsejtek egy kicsit élesebben, jobban működnek, és hát ebbe a felpörgött állapotban az ingerlékenység bele tartozik. Tehát nem arról van szó, hogy az illető neki fog esni valakinek, hanem inkább arról van szó, hogy ha valamit provokációnak fog fel, akkor könnyebben odaüt, mint a drog nélkül. Tehát, hogyha sorra veszük, vannak ugye, amiket kábítószereknek szoktunk nevezni, vagy nevezhetünk narkotikumoknak, mint az opium heroin, amitől elkábul az ember, a marihuána is ezek közé tartozik egy bizonyos dózis fölött. Ezektől nem lesz agresszív, halucinogéneknél lehetetlen, hogy agresszív legyen, a halucinogén határ maradnak a pszichostimulások. És itt jött elő a törvénynek a buktatója, ugyanis gyakorlatilag minden drog erőszakossá tesz, amikor nem vesszük be. Ugyanis amikor az elvonási tünetek jelentkeznek, akkor ez egy függőnél. Tehát most nem arról van szó, hogy valaki elszív egy marihuánás cigarettát, és néhány óra múlva megvadul, hanem arról van szó, aki már nagyon erősen és fizikailag függ a drogtól, az gyakorlatilag bármit elkövetne azért, hogy megszerezze azt a pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy a drogot megszerezze, és hát ebben sok minden bele tartozik, amit el tud követni valaki, a prostitúciótól, a rablásig, vagy betörésig. Tehát tulajdonképpen a drog akkor lesz igazán veszélyessé, és akkor vezet erőszakhoz, amikor valaki nincs a befolyása alatt, de szeretné, hogy ott legyen. Tehát itt valahol, nem tudom, hogy mi helyzet a törvénnyel, akkor úgy megismertem, de már egy kicsit régen volt, és végül is úgy éreztem, itt valahol mellérődtek. Mert akkor, amikor mondjuk egy heroin fogyasztó igazán veszélyes, az akkor van, amikor nagyon hiányzik neki a heroin, és bármit megtenne, hogy megszerezze. Amikor belőtte magát, akkor egy békés ember, akkor jól érzi magát.
Tehát, hogyha ezt így megfordítjuk így az első kérdésemet, akkor végül is a szerfüggőség társadalmi szempontból így tehet deviánssá valakit, vagy antiszociális viselkedésűvé. A problémák akkor jelentkeznek, amikor a függőség kialakul, és elsősorban, amikor a biológiai függőség kialakul. Az például ismert dolog, hogy az LSD-nek nagyon erős hatása. Az is ismert dolog, hogy nem lehet hozzászokni. És nincsenek hosszú távú káros hatásai. Egyfajta ilyen pszichikai, nem is merném vágynak nevezni, de a kellemes tapasztalat iránti vágy az jelen lehet az emberekben, de az LSD-nél ilyesmi nem fordul elő. Tehát az olyan, mint amilyennek a marihuánát képzelik az emberek. Más drogoknál viszont ez teljesen másképp van. Más drogoknál pedig, amikor valaki éppen hiánytünetektől szenved, akkor lesz szociálisan problematikus. Kivéve, mint mondtam, a pszichostimulánsokat, amelyek a drog élvezete alatt is erőszakosságot idézhetnek elő. És ahogy teret nyernek ezek az újabb fajta designer drogok, tehát ezek a szintetikus kannabinoidok, hogyan változik ez a deviáns magatartás, vagy akár így kriminálpszichológiai vagy kriminológiai szempontból ennek így már van hatása, látható hatása? Na hát egyszer azt hiszem, az lenne a legjobb, hogyha tisztáznánk, hogy mit jelent a designer drog, és ezt azért tartom fontosnak, mert elég gyakran olvasok olyasmiket, hogy ezek teljesen új hatású drogok, meg nem lehet tudni, hogy hogyan hatnak, meg efféle kacsákat. A designer drogok teljesen olyanok, mint a mondjuk úgy, hogy hagyományos drogok, az a különbség, hogy kémiailag egy kicsit módosították. Marad egy alapszerkezet, és ahhoz hozzá kapcsolnak valamit. A heroin például 19. században úgy jött létre, hogy a morfium alapmolekulájához hozzá kapcsoltak két COH gyököt. Két ecetsav gyököt, hogy egyszerűen mondjam. És ettől fantasztikusan fokozódott a hatása. Azt nem designer drognak hozták létre, mert fájdalomcsillapítót szeretett volna előállítani, ha jól emlékszem, a Bayer gyógyszergyár, vagy a Merck, nem tudom, valamelyik nagy német gyógyszergyár. Nagyon csillapítja a fájdalmat a heroin, csak az a baj, hogy a morfium drogszerű hatását is fantasztikusan felerősítette. Tulajdonképpen a heroin nevezhetjük az első designer drognak. Na most abban az értelemben designer drogok akkor kezdtek létrejönni, amikor az Egyesült Államokban valamikor a 20-as, 30-as évek tájékán elkezdték korlátozni a droghasználatot. Egyébként a marihuánával kezdték, az ópiummal folytatták, és így jöttek sorra a többi drogok. És azzal szembesültek a drogforgalmazók, hogy lebukhatnak és börtönbe kerülhetnek, viszont nagyon precízen definiálták a törvényben, hogy mi az, hogy ópium. Mi az, hogy morfium, mi az, hogy heroin, vagy mi az, hogy marihuána. És ezt nagyon egyszerűen meg lehetett kerülni, úgyhogy létrehoznak egy új molekulát, ami nem teljesen ugyanolyan. Alapjaiban nagyon hasonlít, van itt-ott egy-egy gyök, amitől egy kicsit más lesz, és már nem vonatkozik rá a törvény. Na most ez a stratégia elég jól működött körülbelül a 90-es évekig, amikor a hatóságok is elkezdtek felébredni, és rájönni, hogy így nagyon könnyű kijátszani őket, úgyhogy most továbbra is vannak droglisták és különböző kategóriájú drogok, de felgyorsították a folyamatot, és a drogterjesztőknek nem állnak rendelkezésére évek, ilyen időablakok, amikor veszélytelenül üzhetik a tevékenységüket, mert most már nagyon hamar felkerül egy vegyület a droglistákra, és akkor már büntethető. Tehát ez volt az eredeti motiváció a designer drogok létrehozása mögött. Azt tudni kell, hogy egy molekulát tetszés szerint lehet. Egy jó vegyésznek ez nem okoz gondot, tetszés szerint lehet létrehozni sok ezer változatot, ki lehet próbálni, ki lehet választani a leghatékonyabbat, vagy a legkevésbé hatékonyat. Végül is az extázi is egyfajta ilyen amfetamin-szerű anyagból lett kifejlesztve, és sokkal kevésbé addiktív, mint az amfetamin. Ugyanakkor szociálisan nyitottabbá és kedvesebbé teszi az embereket, tehát kevésbé veszélyes, mint az amfetamin. Ebben az esetben a design, ami mögötte állt, az afelé irányult, hogy a drog, hogy úgy mondjam, kellemesebb legyen a fogyasztónak.
Na most, mivel vegyészetileg ez különösebben nem gond, nyilván vegyész kell hozzá, én nem tudnám megcsinálni, ezért számtalan variációban lehet létrehozni új drogokat, és ezek mindig hozzátesznek, vagy elvesznek valamit a drog eredeti hatásából, de alapvetően ugyanabba a csoportba fog tartozni, nagyjából ugyanolyan lesz a hatása, csak egy kicsit bizonyos szempontból más. Példát mondok, most a Bikadroga sláger, ugye, ami egy szintetikus kannabinoid, ennek a hatása több százszor erősebb, mint a marihuánáé, tehát borzasztó keveset kell fogyasztani belőle ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje vele az ember, mint mondjuk a delta 9 tetrahidrokannabinollal, ami a marihuánának a hatóanyaga, és még kevesebbet, mint a marihuáná, hogyha a marihuánához hasonlítjuk, így olcsó lesz a fogyasztás. Hiszen nem grammokról, hanem esetleg milligramokról beszélünk. Azért nehéz megmondani, hogy hány százszor erősebb, mert erősebben kötődik a receptorhoz, ott egy olyan 50-60-szoros különbség van, a hatás erőssége az körülbelül 300-szor nagyobb, mint a marihuánáé, tehát akkor ennek a szorzatából egy nagyon nagy szám jön neki, inkább azt mondtam, hogy több százszor. Úgyhogy tulajdonképpen itt a designer drog létrehozása mögött, ugye természetesen nem ismerem azokat, akik létrehozták a drogot, de nagyjából az lehetett, hogy egy nagyon hatékony, viszonylag olcsó, vagy nagyon olcsó drogot állítsanak elő, amit széles körben lehet terjeszteni. Egyébként a hatékonyság nem csak abból a szempontból hasznos, hogy valaki kevesebbet kell vegyen belőle, és ezért kevesebbet kell fizessen, hanem abból a szempontból is, hogy amikor szállítani kell, akkor kisebb a csomag. Tehát, hogyha 1000 embernek szállítok mondjuk marihuánát, akkor egy elég nagy hátizsák kell a marihuánához. Ugyanennyi embernek bikadrogot az elfél egy gyufáskatujában. Tehát ebből a szempontból is hasznosabb. De sok más okból fejlesztenek ki szintetikus drogokat, de ezek nem mások, mint a klasszikusak. Vagy inkább azt mondanám, hogy csak egy kis mértékben mások. Most még erről így az jutott eszembe, hogy van így most a bikadrog, de előtte volt ez a krokodil is, ahol mondjuk az embereknek, nem tudom, lemállott a hús a csontjairól, vagy valami ilyesmiket is lehetett olvasni így akár a közmédiában, hogy mégis miért választják akkor mondjuk a szerhasználók ezeket a szereket, pont az olcsósága miatt, vagy az erősebb hatás miatt? Amiről ön beszél, én most őszinte leszek önhöz, nem ismerem a krokodil drogot, de amikor ilyen súlyos mellékhatások lépnek fel, mint a bikadrog esetében is, hogy valaki meghal, az baleset. Tehát nem azzal a tudattal vállalja be valaki a bikadrog fogyasztását, hogy esetleg meghalhat. Ez csak akkor fordulhat elő, hogyha túl sokat vesz be, hogyha nem olyan tisztaságú az anyag, mint amire számított. Ez a heroinnal is előfordul, a dópiummal is előfordul, vagy a kokainnal is, hogy túl tiszta a szer, annyit vesz be az illető, vagy annyit adagol magának, amennyit szokott, csak ez a tisztasága miatt esetleg 2-3-szorossal szokott adagnak, és akkor belehal. Tehát ezek a hatások, szinte azt mondanám, hogy mellékhatások. Tehát nem ezt a kockázatot vállalják be, tudomásuk szerint nem vállalnak be semmilyen kockázatot. De balesetek előfordulnak. És a designer drogok térnyerése, akkor az pont annak köszönhető, hogy ilyen gyorsan változnak, és a piacra tudják dobni az előállítók ezt a szert? Mint mondtam, most már tulajdonképpen ez az eredeti funkció egy kicsit kezd háttérbe szorulni, mert a szabályozás is felgyorsult. Tehát ebben az értelemben ideig, óráig lehet egy ilyen kis időt nyerni, de az rövid ideig tart. Akkor újabbakat kellene előállítani. A másik fontos cél, hogy minden ilyen drognak van egy kicsit más hatása. És az emberek szeretnek újat kipróbálni. Ugyanúgy, hogy kipróbálnak egy új mosószert, vagy mit tudom én, egy új hajfestéket, ugyanígy kipróbálnak egy új drogot. Én egy elég hosszú ideig rendszeres olvasója voltam egy olyan honlapnak, ahol a drogfogyasztók megosztották egymás között az élményeiket. Már nem emlékszem pontosan nevére, de valami Aerovit volt benne a honlap nevében. És ott tapasztaltam ezt, hogy nem csak új drogokat
próbálnak ki szívesen, hanem új kombinációkat. És ezeket megosztják a drogostársaikkal, és gondolom kipróbálják, amit a másiktól hallanak. Emlékszem valakire, aki amfetaminnal kezdte, utána benyomott egy légfrissítőt, tudni kell, hogy nagyon sok ilyen légfrissítőben, festékben, oldószerben vannak droghatású anyagok, és úgy érezte, hogy egy kicsit feldobja, és utána elszívott egy marihuánás cigarettát is, és azt mondta, hogy zseniális volt a dolog. De olyat is olvastam, hogy valamelyik kombináció nem jó, ne csináljátok, srácok, mert ebből baj lesz. Tehát ez az újdonságkeresésnek, hogy úgy mondjam, teret ad a designer drog, teret ad a különböző drogok együttes fogyasztása, a különböző kombinálásuk. Ez mind hozzátartozik ahhoz az életmódhoz, ami egy drogfüggő életmódja tulajdonképpen. És ez valamennyire egy összhangban van azzal is, hogy a fiatalok között nyert teret leginkább a designer drog. Tehát, hogy a fiatalok kíváncsiság... Lehetséges. Ja. Lehetséges, nem tudom. Az biztos, hogyha valaki súlyos függővé vált, akkor csak nagyon nehezen szabadul meg tőle, tehát nem teszi le fiatalkora után, vagy a kamaszkora után, hogy így mondjam. Az viszont tény, hogy nagyon sok embernél ez csak egy ilyen kamaszkori fellángolás. Volt egy felmérés, nem tudom mennyire igaz így az egész világra, de egy elég szép mintán alapult, abból az derült ki, hogy 100 emberből, aki az speciál ópiumról szólt, 100 emberből, aki ópiumot megkóstolja, 60 rosszul lesz tőle, és soha nem fogja még egyszer megkóstolni, 40 még néhányszor kipróbálja, és a 100 eredeti emberből 2-3 marad az, aki rászokik. Tehát ezek viszont utána már nagy valószínűséggel évtizedeken keresztül fogyasztják. Nagyon nehéz az ópiumról leszokni, nagyon nehéz a kokainról leszokni, komoly szenvedéssel jár. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fiatalok kísérletező kedve, ez valószínűleg szerepet játszik ebben. Az idősebbek viszont erősebben ragaszkodnak ahhoz a droghoz, amitől függővé váltak. Valószínűleg ők kevésbé kísérleteznek, de erre néz, ez csak az én sejtésem, tehát erre nézve semmilyen adatom nincs. Neurobiológiai oldalról megközelítve a kérdést, a valóságban mekkora kockázata vagy addiktív veszélye lehet mondjuk egy rekreációs szerhasználatnak? Szóval valamennyire érintettük. Rekreációs szer alatt érti mondjuk a marihuánát, az amfetaminokat, az amfetamint, a pszichostimulánsokat. Mondjuk a buliban. Hát igen, ezeket, igen, extázit, ilyesmiket gondol. Az, amit az imént mondtam az ópiumról, az úgy nagyjából minden drogra nézve igaz. És pedig abból a szempontból igaz, hogy a drogfüggőségnek genetikai háttere van. Ez azt jelenti, hogy bizonyos emberek gyakorlatilag kockázat nélkül fogyaszthatnak drogokat, már úgy értem, hogy hosszú távú kockázat nélkül, más embereknél viszont a drogfogyasztás borzasztó kockázatos. Ebből valaki könnyedén azt a tapasztalatot, vagy azt a következtetést vonhatja le maga számára, hogy én nem vagyok veszélyben. Nyugodtan fogyaszthatom, az én genetikai hátterem nem olyan, hogy veszélybe sodorjon engem, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem tudjuk, hogy kinek milyen a genetikai háttere. Az utólag derül ki, hogy ő abba a kategóriába tartozott, aki a harmadik ópiumadagtól már ópiumfüggővé vált, vagy abba a kategóriába tartozik, aki az első után rosszul lesz, és sose próbálja ki. Tehát kipróbálva derül ki, hogy valaki mekkora veszélyben van. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha valaki egy szakadék széléről beleugrana a semmibe, úgy, hogy nem tudná, hogy ami a szakadék túlsó oldalán van, egy észszerű távolságban levő tengervíz, amiben megmártózik és egy jó túszik, vagy nincs ott semmi, hanem szikla van. Egyébként akkor, amikor az illető elkezdi azt magyarázni magának, hogy én nem vagyok veszélyben, amikor tulajdonképpen elkezdi tagadni a problémát, akkor van a legnagyobb veszélyben. Amikor úgy érzi, hogy ezt már bármikor letehetem, de most éppen nem akarom letenni, ez itt már a vészcsengők megszólalhatnak. Mert ez az a pillanat, amikor átfordul, hogy úgy mondjam, a pszichés élvezet, vagy az egyszerűen a buli hangulat,
átfordul valami biológiai jelenségbe, egy függésbe, amit bármit képzel magáról, utána nagyon nehéz lesz letenni. Szerhasználattal kapcsolatos témák így Magyarországon, de sokszor az egész világon is mondhatjuk, hogy ideológiai szempontból átitatottak, és akár háttérbe kerülhetnek a tudományos eredmények. Így most öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy ön mit gondol, hogy mit tesz az emberi szervezettel a drog? Először is, amit el szeretnék kerülni, az az, hogy a drogról úgy beszélnénk, mint hogyha az egy valami lenne. Mint hogyha a drog tehetne valamit a szervezettel. De a drogok rendkívül különbözők. Vannak drogok, amelyeknek lehet káros hatása, de igazából nem veszélyesek. Ilyen például az LSD. Az LSD megölheti az embert. Hogyha például valaki a hatása alatt van, simán kisétálhat az út közepére. Mert nem látja, hogy mi van körülötte. Nekem van egy felvételem is erről, amit egy ilyen drogos elmegy vásárolni valamit egy boltba, és úgy látszik, hamarabb jött el az LSD roham, mint hogy számított rá, és hogy tapogatózik, és próbálja kitalálni, hogy hol van, keresi a lépcsőt, a korlátot, a falat, stb. Ilyen állapotban bármi megtörténhet vele. A másik nagy veszély, ami az LSD-nél előfordul, az az, hogy valamilyen hirtelen külső esemény hatására a boldog hallucináció rémálommá változik át. És akkor az illető maga tehetetlenül üvölt a földön, és nem tudjuk elképzelni, hogy mi lehet a baja. De például az LSD ezt csinálja az emberrel. A heroin, ami ugye egy súlyos hozzászokást előidéző drog, az leredukálhatja az embert egy olyan lényi, akinek az élete két fázisból áll. Az egyik fázis, amikor be van lőve, a másik fázis, amikor megszereti azt a drogot, amivel utána ismét belőheti magát, és egy ilyen körpó, egy ilyen mókus kerékben forog. Ezzel tönkreteszi a saját életét, tönkreteszi a családjának az életét, mindenkit, akivel kapcsolatba kerül, és nagyon gyakran előfordul, hogy bűnözik azért, hogy a pénzt megszerezhesse. Most egy másik drog, mondjuk a marihuána, mely egy ilyen kamaszkori fellángolásból valaki újat, érdekeset, izgalmasat, kellemeset keres, és akkor elszínne egy marihuánás cigarettát, nem történik vele semmi. Most amikor azt vizsgálom, hogy a társadalomnak mi lenne jó, akkor megint csak azt kell vizsgálnom, hogy létezik-e olyan ideális társadalom, amelyik felnőtt ahhoz, hogy a drog szabadon hozzáférhető legyen. És egy olyan társadalom, amelyben legfennebb elvétve fordul elő valaki, hogy tönkreteszi magát és a családját azzal, hogy függővé válik, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen ideális társadalom nem létezik. Én megértem azokat, akik úgy gondolják, hogy az embernek szíve joga eldönteni, hogy milyen életet él, és hogy ebbe a választási lehetőségek tárházába a drogok is hozzátartoznak. Nem ritkán tapasztalom egyébként, hogy azok az emberek, akik így beszélnek mondjuk a marihuánáról, azok aktív cigaretta ellenes álláspontot is képviselnek, tehát valahogy úgy néz ki, hogy az alkohol és cigaretta, ami törvényes, az nem, a drog viszont legyen szabad választás. Most tulajdonképpen nem akarok kifigurázni semmit, vagy nem akarok olyasmit állítani, ami mindenkire érvényes, mert nyilván ez csak az ilyen, ezt az álláspontot vallóknak csak egy kis részére igaz. Viszont azt tapasztalom, és nem csak én tapasztalom, az egész világon tapasztaljuk, hogy a társadalom nem tökéletes, és nagyon sok problémát tud okozni a drog. Most itt kell lennie egy olyan mesdjének, ameddig el tudunk menni azért, hogy az emberek döntési joga, szabadságvágya, akármi eljusson egy olyan szintre, ami még elfogadható, és ne lépjünk túl egy olyan vonalat, ami már az egész társadalomra káros. Most ezt a vonalat megtalálni nem egyszerű, és biztos, hogy nem én leszek az, aki meghúzza, és nem tudom, hogy egyáltalán megtalálható-e ez a vonal. Mind a két oldalon vannak harcosok, azok tologatják egyik vagy másik irányban. A 19. században a drogok használata teljesen szabad volt, senki ennek eszébe sem jutott, hogy korlátozza, hatalmas drogtanyák voltak, ópiumbarlangok. Hát megütköztek az emberek rajta, de nem törvényben nem ütközött. 30-as években a drogok korlátozása irányába mozdult el ez a szalag, vagy ez a vonal, míg az alkoholt is betiltották,
Most éppen az ellenkező irányba kezdünk elmozdulni, amikor a drogok kezdenek a drogok használata kezd szabadságjoggá válni. Mondom, én ebben nem kívánok állást foglalni, a társadalomnak kell ezt a kérdést megoldania, nem egyik vagy másik embernek, mondjuk nekem. És ön hol húzná meg a vonalat így saját meglátások alapján? Ezen többet kellene gondolnom. Én annak idején, ez még a 2000-es évek elején volt, írtam egy cikksorozatot az IPM magazin számára a drogokról, és akkor feltűnt nekem az, hogy nagyon sok olyan veszély, ami a drogokkal jár, az bizonyos mértékig annak tulajdonítható, hogy tiltják. Például nagyon sok opiumfogyasztó halt bele a koszos fecskendőtől szerzett fertőzésbe. Nagyon sok drogfogyasztó halt bele abba, hogy a drog, amit fogyasztott, az ilyen pancserek kezéből került ki, akik igazából nem sokat értettek sem a fizikához, sem a vegyészethez, és akkor ingadozott a drog tisztasága, és hogyha valaki tisztábbat szed be, mint amilyet szokott, akkor életveszélybe kerülhet. Tehát ez a része is igaz. A másik oldal viszont az, hogy jól látjuk, hogy ott, ahol a drogok nagyon súlyossá váltak, a drogfogyasztás nagyon súlyossá vált, ott egész társadalmak kerültek, hogy úgy mondjam, a lejtő útjára. Nem tudom, hogy hányan tudják ebben a pillanatban, de ugye az 1000-1500-as évek közötti időszakban az arab világ olyan szerepet játszott az emberi kultúrában, mint most az Egyesült Államok. Nagyon sok minden származik tőlük, most nem az a cél, hogy ezt felsoroljam. Ugye a mohamedán vallás tiltja az alkoholfogyasztást, és valamikor a 15. század tájékán rájöttek a különböző élvezeti szerek használatára. Hasiséra, az ópiuméra. És elkezdett elterjedni az arab társadalomban. Én most nem azért mondom, hogy a történelmi hanyatlásuk erre vezethető vissza, de én erősen gyanakszom, hogy ez is szerepet játszott. Amikor egy társadalom tagjainak jelentős része drogozik, az a társadalom nem működhet jól. Egyszerűen, mert aki drog hatása alatt van, nem képes megfelelő módon működni. Ha meg függővé vált, akkor meg végképp nem. Úgyhogy én nem tudom, hogy hol kell meghúzni ezt a határt, ismétlem, és nem is szeretném meghúzni, csak így felvillantottam, hogy milyen veszélyt rejt az egyik, miért a másik. Egyébként egy abszolút pozitív fejlemény volt az akkor, amikor a drogosok számára ingyen tiszta fecskendőket tettek elérhetővé, mert egy súlyos heroinistát meggyógyítani a heroin függőségből az egy elég nagy probléma, de egy fillérekbe kerülő fecskendőt adni a kezébe, hogy ne fertőzze el magát és ne halljon bele a fertőzésbe, ez jóval olcsóbban megoldható, és végül is nem azt akarjuk, hogy meghalljanak. Azt szeretnék, ha meggyógyuljanak. Meggyógyulnának. Ugye hogyan lehet a tudományt művelni? Az egyik lehetőség az, hogy lekopintjuk a külföldi mintákat. Ezt nagyon sokan szeretik. Azt mondják, hogy miért találjunk ki valami újat, mikor mások már kitalálták. Elpocsékolunk egy csomó pénzt, és lehet, hogy nem fogjuk olyan jóra kitalálni, mint amire mások. Lenne ezzel ellentétes álláspont, hogy majd mi itt Magyarországon mindent fel fogunk fedezni, ami a világon van, és megállunk a saját lábunkon, nincsen külső segítségre szükség. Most mind a két álláspont téves, tulajdonképpen ellenkezik a józan ésszel, és a gyakorlattal is. Ugyanis a tudomány nemzetközi vállalkozás, mindenki hozzáadja a maga kicsi részét. Nem kell az Egyesült Államok példáját lemásolnom, nekik se kell lemásolniuk tőlünk semmit, de mind a két oldal felhasználja azt az értéket, ami a másik oldalon terem. És hogyha végignézi a nemzetközi tudományos együttműködéseket, azt fogja látni, hogy a tudományban nagy hatalmat képviselő országok abszolút tudatában vannak annak, hogy ez egy nemzetközi vállalkozás, és örömmel és szívesen vesznek be más országokat. Nem tudom, hogy mennyi idejük van, de azért hozzáteszem, hogy amikor először egy ilyen nemzetközi társaságnak a vezetőségébe beválasztottak, azért választottak be, mert magyar vagyok, és még nem volt magyar abban a vezetőségben. Az 30 évvel ezelőtt történt, tehát ők abszolút nyitottak.
Na most annak, hogy az információ áramlás kölcsönös, nyilván sokkal több mindent fedeznek fel az Egyesült Államokban, Magyarországon, de ha mi is felfedezünk valamit és betesszük a közösbe, amit mi fedezünk fel, akkor egyúttal játékosokká válunk a pályán. Aki csak másol, aki csak átvesz mintákat, az egy tanuló. Van, amire jól fog emlékezni, van, amire rosszul fog emlékezni, de nem lesz sohase profi. Az lesz profi, az lesz igazán szakember, aki részt vesz a tudomány létrehozásában, ebben a nemzetközi vállalkozásban, amelyben szerepünk van. Nem mi visszük a zászlót, de szerepünk van.